Mindenhatók nyomában. Kőbe vésett geometria. Erich von Däniken mai témái. Asterix és Obelix. Megkövesült katonák. Dolmenek és menhirek. Matematika kőbe vésve. Az óriások asztala. Kilométer hosszú kősor. A menhírek egykori országában, vagy mondhatjuk úgy is, hogy Asterix és Obelix birodalmában, a logika a feje tetejére áll. Itt valójában semmi sem úgy van, ahogy eddig gondoltuk. Korábban azt hitték, hogy ez csak egy legenda. Az időszámítás szerinti harmadik században Szent Kornéliuszt római katonák üldözték. Az úrhoz fohászkodott, és lám csoda történt. A jóisten menhírekké változtatta a római katonákat. Akik itt állnak, most örök időkre kővé váltak. Később, valamivel racionálisabban úgy vélték, hogy ez az egész egy óriási temető. De sajnos nem találtak sem halottakat, sem sírokat a kövek alatt. Mégis mi lehet ez? Az utóbbi időben azt is feltételezték, hogy egyfajta adóállomás lehetett, mert a menhíroszlopok kvarckőből állnak. Ahogy a kvarcórákból is tudjuk, a kvarc egy meghatározott és változatlan hullámhosszon rezgéseket bocsát ki. Csak most, hogy a területet felmérték, hogy a számítógépet is bevetették, hogy a menhíroszlopsorokat fentről is lefényképezték, bukkant fel egy újabb megoldási lehetőség. És ennek alapja a matematika és az exakt geometria. A kromleheket, a dolmeneket és a menhíroszlopokat ugyanis átgondolt terv alapján telepítették a tájba. Itt, ahogy a számítógépes animáció is bizonyítja, semmit sem bíztak a véletlenre. Ha a trapéz alakú dolmen, a Mánió 1 oldalvonalait meghosszabbítjuk, akkor azok 107 méteres távolságban találkoznak, méghozzá 27 fokos szögben. Ugyanannak a dolmennek az alapvonalát ismét meghosszabbíthatjuk a következő menhírig, és egy kör, valamint egy kromlech metszéspontjain át derékszögű háromszöget kapunk, amelynek oldalai 5 a 12-höz, 12 a 13-hoz arányban viszonyulnak egymáshoz. Ez egyébként megfelel a pütagoraszi háromszögnek, ahol A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzettel. A mögöttem látható sziklatömb négy darabra esett szét. Ez a Le Grand Menhir Brise, azaz a nagy letört menhír. A menhír szó egyébként kelta eredetű és álló követ jelent. És ez a menhír egészen különleges, ugyanis az innen 20 kilométerre fekvő gót szovásból származik, és egykor összességében 350 tonnát nyomott. Ez azért nem kevés.
Ma komoly érvek szólnak amellett, hogy ezen a menhíren 8 vonal futott keresztül. Az egyik ilyen vonal Trevasnál kezdődik. Innen 14 kilométer távolságra. Végig fut a parton, pontosan át a menhíren, majd az öblön át Quiberonba vezet. Az egész szakasz úgy 28 kilométer hosszú. Persze, hiszen amikor még a menhír 21 méter magasan függőlegesen állt, a csúcsáról minden pont belátható volt. Ez igaz, de ennek itt semmi értelme. Hiszen először ezt a pontot kellett meghatározni, ezért is vonszolták a 350 tonnányi súlyt 20 kilométeres távolságból ide. És csak miután a menhírt felállították, váltak a különböző pontok beláthatóvá. Vitathatatlan, hogy ez az egész egy geometriai mestermű. És csak találgatni tudunk, hogyan tudták ezeket a súlyos kőtömböket 20 kilométeres távolságból ide szállítani. Kissé fáradtan találgathatunk ennél a kőhalomnál is. Az elnevezése Table des Marchands, vagyis az óriások asztala. A fedőlapjába különös ábrákat véstek, amelyek olyanok, mintha fejszék lennének. Egyedül ez a fedőlap összesen 50 tonnát nyom. Az elnevezés, a Table des Marchands, az óriások asztala értelmetlen, nem lehet vele mit kezdeni. Ezekre a vésetekre sincs eddig semmilyen magyarázat. Állítólag összehasonlítják majd a hasonló dolmenek hasonló ábráival. Én személy szerint nagyon sajnálom, hogy ezt a hatalmas dolment restaurálták, mert elveszítette eredetiségét. Régebben a lapok elhelyezkedési rendje még fölismerhető volt, mára egy kőhalmaz lett belőle. Dolmenek állítása az egész földre jellemző, mindenütt találunk dolmeneket. Vannak Dél-Afrikában, Indiában, Európa pedig tele van szórva dolmenekkel. Eredetileg a dolmen egyfajta óvóhely volt az elhunytak számára. De hirtelen, Krisztus előtt több ezer évvel világszerte egy új divathullám tört ki. Minden dolment csillagászati alapot tájoltak be. Egyedül a francia Bretagne félszigeten az összesen 156 dolmen közül 135-öt a napra, illetve a nyári napfordulóra tájoltak be. Később a dolmenek valóságos páncélszekrényekké váltak. Ezek a páncélszekrények a jövő számára hordoztak üzenetet. Olyan üzeneteket, amelyeket csak manapság kezdünk megérteni. Mögöttem ez a kőrakásnak látszó valami nem más, mint egy dolmen. Dolmenen általában sírjáratot értünk, annak ellenére, hogy ebben a dolmenben sohasem találtak semmiféle halottat. A francia Breton partvidéken vagyunk, Gavrinis szigetén. A teljes dolmen összesen 52 monolitból áll. Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy a maja naptárrendszer az 52 éves ritmuson alapul. Csak a maják pár ezer kilométerrel távolabb éltek az Atlanti-óceán túlpartján. Itt tehát 52 darab beépített monolit van, és ezeket a monolitokat több tonnányi apró kővel borították. Ezeket a köveket aztán homokkal és humusszal fették be, úgyhogy egy szabályos, természetes domb keletkezett. Csak 1832-ben fedezték fel a dombon belül az úgynevezett sírjáratot. Természetesen az itt lakó bretonok mindig is tudták, hogy a domb mesterséges. Az 52 beépített monolit többségén különös vésetek láthatók. Úgy néznek ki, mint az új lenyomatok. Több új lenyomat egymáson. Vannak aztán olyanok, amelyek éles szögben végződő fejszékre hasonlítanak.
És nemrégiben kiderült, hogy a vésetek hátterében egy matematikai üzenet rejlik. A számítógép segítségével bemutatjuk önöknek. Itt láthatják a monolitok elrendezését. Balra és jobbra falak vannak, középen a fedőlap. Lent jobbról kiindulva elkezdtük beszámozni a monolitokat. A legfeltűnőbb a 21-es számú kő, mert a vésetek egészen különös rendben sorakoznak rajta. Balra fent 3, ugyanabban a sorban 4, alatta 5, majd legalul 6 jel látható egymás mellett. Három, négy, öt, hat. Ha egymás mellé rakjuk őket a tízes számrendszerben, az 3456. Emlékeznek, ugye, 21-es számú monolitról volt szó. Ha a 3456-ot elosztjuk 21-el, az eredmény 164,57 század. Ez pontosan annak a kőkörnek a kerülete, amely Gavrinis szigete előtt a tengerszint alatt fekszik. Ennek a kőkörnek az átmérője 52,38 század méter. És különös módon nyári napforduló idején Gavrinis szigetén a déli oldalszög pontosan 52 fok 38 perc. Az már szinte természetes, hogyha a kerületet elosztjuk az átmérővel, a híres pi-nek, azaz 3,14 századnak kell kijönnie. A kritikusok persze itt azonnal közbeszólnának, hogy ugyan már, hiszen Gavrinis építői nem mérhettek méterben. De ha a métert bármi mással helyettesítjük, tőlem akár üvelykel is, az arányok ugyanazok maradnak, még ha más számértékkel is. És véletlene vagy sem, de az 52,38 század méter pontosan megfelel 100 királyi egyiptomi könyöknek. Emlékeztető, Gavrinis dolmennyébe összesen 52 monolitot építettek be. A 21-es számú kövön van a számminta. 52 meg 21 az 73. Az eredeti szám 3456 volt. Ezt most osszuk el 73-mal. Az eredmény 47,34 század. Gavrinis szigete véletlenül a földrajzi hosszúság 47. fokán és 34. percén fekszik. Ez azért különös. A legnagyobb mértékben meglepő, mert elképzelhetetlen, hogy több ezer évvel ezelőtt a mai hosszúsági fokokkal számoltak volna. Az eredmény mégis ezt igazolja. A szellemek tudják csak, hogy ez a csoda miként lehetséges. Talán évezredekkel ezelőtt mégiscsak a mai hosszúsági fokokban számolt valaki. Egyébként a monolitokon látható számokat akár ékírásos babiloniai számokként is olvashatjuk. Sőt, a Gavrinisi monolitok új lenyomatai még az egyiptomi számrendszerben is értelmet nyernek. Itt láthatók a 10-es, a 20-as és a 30-as számjelei. Gavrinis kőjelenjének bőséges gazdagságában megtalálhatjuk ezt a csigavonalat és az egyiptomi 100-as számjelét. És aki arra gondol, hogy ezek a rajzolatok csupán dekorációk, az idézze fel emlékezetében az egyiptomi hieroglifákat vagy a kínai írásjeleket, hiszen ezek is csodálatos díszítésként hatnak, mégis hasonló üzeneteket közvetítenek. Ami Gavrinist illeti, könnyen lehetséges, hogy a vésetek nem csupán díszítések vagy butafirkák voltak, hanem szándékos üzenetek, hiszen a kövek hátoldalán is találhatunk motívumokat. Pedig a kövek hátoldala teljesen lényegtelen, nem volt fontosságú. Nem úgy viszont az elejük. Vagyis másként megfogalmazva, melyik szobrász elégedne meg azzal, hogy csak töredékeket mutasson be művéből? Vannak ugyanis olyan kőlapok, amelyek szétestek különböző darabokra. És ezeket a darabokat különböző helyeken használták fel. Az egyiket például Gavrinis dolmennyében, a másikat pedig az óriások asztalánál. A szobrász díszítése nem volt fontos. A fontos Gavrinis matematikai üzenete volt.
Ezeket a darabokat nem volt szabad soha szétvágni, felosztani. Ezeknek éppen kellett maradniuk. Ehhez képest a művészi karcolatok lényegtelennek bizonyultak, ezért aztán szétdarabolva különböző helyekre kerültek. Milyen felfedezések várnak még ránk, ha végre nekifogunk, hogy a francia Bretagne félsziget összes üzenetét megfejtsük. Gavrinisszal és a Bretagne félsziget menhíroszlopaival kapcsolatban egyaránt számos kérdés merül fel bennem. Mit akartak ezek a megalitikusok voltaképpen? Mi vezérelte őket? Honnan származtak matematikai, geometriai ismereteik? Milyen eszközöket használtak? Kik voltak azok a földmérő szakemberek, akik meghatározták a rögzített pontokat az egyenetlen tájban? Milyen térképre vezették át számításaikat, és milyen mértékrendszerben? Milyen zsinórokkal, vagy akár tükrökkel érték el, hogy a kősor hosszú kilométereken át nyílegyenesen fusson? Hogyan szervezték meg a szállítást? Miféle kötelet használtak? Hogyan sikerült megoldani a súlyos kőtömbök szállítását télen, vagy esőben, vagy a latyakos talajon? Milyen eszközökkel vágták méretre a monolit lapokat? Kizárólag csak követ használtak fel az építkezéshez, vagy eredetileg más adalékanyag is fontos szerepet játszott. Egy anyag, mint mondjuk például a fém, ami az évezredek folyamán feloldódott. És miért különböző méretűek a menhíroszlopok, és miért különböznek a sorok egymástól? 9, 11 vagy 13 tagból állnak. Mire szolgálnak a kőoválisok a sorok elején és végén? Mennyire fontos volt a térfelosztás, a háromszögekre való bontás? És miért használták fel a köveket különféle formában és alakzatban? Hol mint menhíroszlop, hol mint félkör, hol mint kör, aztán dolmen. Milyen fontossága van az egész építmény szempontjából a különböző kőalakzatoknak? És egy egészen banális kérdés, amit még szintén nem válaszoltak meg. Mennyi munkaerőt foglalkoztattak? Hol éjszakáztak? Hol vészelték át a telet? Hol van ennek a sok-sok ezer kézművesnek a nyoma, a maradványa? Ami a francia Bretagne-ra érvényes, ugyanúgy érvényes Skóciára, Írországra, Newgrange-re, a hatalmas építményre, vagyis a legnagyobb és a legrégibb dolmenre a világon. Az írországi Newgrange a kőkorszak egyik technikai rejtélye. Azok a megalitikusok építették, akiknek ma egész biztos nem értjük az indítékait. Ez a Newgrange egy földmérés technikai mestermű, egy csillagászati tanulmány és egy szállítási csoda ráadásul. Newgrange léte arra bizonyíték, hogy több mint 5000 évvel ezelőtt voltak olyan emberek, akik sokat megértettek az égi mechanikából és a gyakorlati építészet lényegéből. Csupa meglepő dolog, amelyek valahogy nem illenek bele ebbe a tompa kőkorszakba. Ráadásul ezek a megalitikusok szerte Európában kapcsolatban kellett, hogy álljanak egymással, mert szimbolikus írásuk számos kőkorszaki építményen megismétlődik több ezer kilométer távolságra Newgrange-től. Ott van például Stonehenge Dél-Angliában. Három szakaszban épült, amelyeket évszázadok választanak el egymástól. Akkor sem létezett még írásbeliség, tehát meglepő, hogyan tudták az építési terveket, az adatokat a sokkal későbbi koroknak átadni. Stonehenge időközben obszervatóriumnak, kozmikus csillagvizsgálónak bizonyult, amely asztrológiai előrejelzések egész sorát tette lehetővé. Nos, az még belátható, hogy a kőkorszaki ember tisztában akart lenni az éves naptárral. De mi hasznukra lehetett az, hogy ismerik az álló csillagok, a Capella, a Castor, a Pollux, a Vega, vagy akár az Antares pálya adatait? Pedig ezeket mind megfigyelték Stonehenge-ből. Mit akartak tulajdonképpen ezek a megalitikusok?
De még a távoli Dél-Amerikában is, fenn magasan az Andokban, nem messze a perui Cusco városától, olyan megalit építmények fekszenek, amelyeket sohasem értettünk meg. Csak a legendák által nyernek értelmet. A hagyomány azt tartja, hogy ezek az istenek művei. És pontosan így is festenek. És a mexikói Yucatán félszigeten, Villa Hermosa városának közelében az emberek szintén kőoszlopokat állítottak fel. Egyszerű kunyhók nem lehettek, hiszen azok közismerten fából és szalmából készültek. És végül a földközi-tengeri sziget Málta, a kereken 30 megalitikus építményével, templomával, ahogy ma nevezik. Mintha a kőkorszaki embernek nem lett volna jobb dolga, mint súlyos kőtömböket idehurcolni és egymásra rakni, hogy fohászait elküldhesse az ég felé. Ez az úgynevezett naptemplom egy csillagászati naptárnak bizonyult. Olyan tudományosan gondolkodó lények építették, akik írt és mondt 12 ezer évvel ezelőtt éltek. Egy üzenetet, egy érettségi feladatot hagytak hátra számunkra, amelyet a mai napig nem értettünk meg. Egyiptomban is megtalálhatók a megalitikus mesterek nyomai. Itt Abidosban temették el állítólag Osiris isten. Ez a síremlék sokkal nagyobb, sokkal súlyosabb, sokkal hatalmasabb, mint Stonehenge Angliában. Osiris isten egyike volt az égből küldött tanítómestereknek. Már a hatalmas építmény nyomai is a tanítómester technológiai tudásáról árulkodnak. A kérdőjelek során növekszik. A világ nagy, és a felfogó képességünk kicsi. De ma modern matematikával, modern geometriával rendelkezünk, számítógép áll a rendelkezésünk. Nekem az a véleményem, hogy ideje lenne ezeket a modern eszközöket bevetni, hogy az ősrégi rejtélyeket megoldjuk. Önöknek mi a véleményük? Az aztékok nagyvárosa. Árnyék nélküli emberek. A halottak útja. Szárnyas kígyó isten. Nap és hold piramisok. Várostervek és bolygópályák. Tűzálló páncélszekrény. Rendezte René Steichen, közreműködött Kertész Péter és Varga T. József. A magyar változatot a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a VipArt Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.